Folytatjuk a Millás reggeli, és igen, továbbra is az Adóvilág rovat. Itt van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok! Hát Ausztriáról aztán rengeteget lehetne beszélni, különösen érdekes magyar szemmel, a közös történelmi múlt okán, illetve a vágyakozás, amiről szó volt, hogy hát ők mint autók kéne őket érni, de hát elég érdekes dolgok történtek a politikai fronton is náluk. Mit emelnék ki most leginkább izgalmat? Hát ahogy hallottam, hogy itt mintaként emlegetjük, azért politikában szerintem ebben szépen lassan elkülönteren adhatunk, hogy mennyire tudunk Ausztria útjára lépni. Ugye itt hát miért például Sebastian Kurzot elzavarták? Ott például bele tudnak bukni korrupcióba. Igen. Ilyen hasonlók is, ezek mondjuk úgy. Hát meg az alkoncellár, miért szeletelt már orosz titkos ügynökökkel? Hát ez milyen buli már? Na de várjatok, mert ez a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy az a helyzet, hogy vágjunk egyből a közepébe. Tehát a helyzet az, hogy fel kellett osztatni az osztrák titkosszolgálatot és újjá alakítani, mert olyan mélyen szivárgott be 2021. decemberére az orosz titkosszolgálat. Tehát, hogy innen indulunk, jó? Tehát ez a lét. Jó, ez megvan, ez nálunk is pipa, hiszen a külügybe kibejárkálnak az oroszok, ugye egy leleplező cikk sorozat, eddig jó? Ebbe utolértük. Én nagyon örülök, hogy azért legalább részeredményeket fel tudunk mutatni azért. Várjátok, és nagyon, nem hiszem, hogy ki ér utol kit, de 2017-ben kezdtek el gyanakodni az egyik legutóbbi Otto Egisztó néven futó titkosszolgára, hogy hát valószínűleg együttműködik az oroszokkal. És ugye klasszikus megoldás, mint az abúzus botrányokban vagy másban, hogy hát ugyan bizonyíték nincs, meg nem tudjuk, hogy mi van, de tegyük át egy rendőrakadémiára, abból nagy baj nem lehet, és ekkor már egy 3200 négyzetméteres házban lakott az emberünk, de még nem találtak rá bizonyítékot. Úgyhogy áttették őket egy rendőrakadémiára, ahol ő volt az, aki a Bellingcat egyik fő szerkesztőjéről, a portál ügyvezető igazgatójáról, Grozsevről végül mindenféle furcsa dolgokat és következtetéseket küldött át az oroszoknak, és amikor végül 21-ben valószínűleg CIA segítséggel, de végre lebukik az illetőnk, akkor még tippeket is találnak a telefonján, hogy egyébként máskor hogy kell majd a nyílt utcai kivégzéseket az oroszoknak végrehajtani, hogy ne legyenek ilyen problémáik, mint a 2019-es berlini kivégzéssel. Na most ez az ember is valószínűleg hozzá köthető még a Wirecard főnöknek az Oroszországba való kimenekítése, és sorolhatnánk még ezt, hogy mondjam, és ez is csak egy mintavétel a nagyon sokból, tehát hogy rengeteg, ahhoz képest rengeteg ügy van, ahol tényleg lebuktak. Mondjuk azt, hogy mivel ezekről tudunk innentől kezdve, azért valami mégiscsak működik. De valóban eljutott oda a BVT, az osztrák titkosszolgálat, vagy államvédelem, hogy át kellett teljesen alakítani. Tehát olyan szinten penetrálták az oroszok, ebből tényleg sok ügy van, és ugye emlékszünk arra is, hogy a Berni Klub, tehát ez egy európai titkosszolgálatokat, alapvetően az uniósokat és a EGT tagállamokat tömörítő titkosszolgálati platform, ugye ők is itt elég komoly aggályokat fogalmaztak meg azzal, hogy most az oroszok mit látnak rajtuk keresztül, Ausztrián keresztül. A schröderizáció ugyanúgy utolérte őket. Tehát Christian Kern, talán emlékszünk az osztrák kancellárra, ő az orosz államvasutatnak lett az egyik felügyelőbizottsági tagja. Ugye ez hát nyilvánvalóan teljesen indokolatlan, tehát miért lenne egy osztrák ember az orosz államvasutakban, tehát még egy Gazprom ellenség vagy északi áramlat, azt legalább még értett, hogy mi történik. És Wolfgang Schüssel, akiről szintén annak idején sokat beszéltünk, hol lett igazgató tanácsi tag? A Lukoilban. Wolfgang Schüssel a Lukoilban? Ízlelgessük ezt egy kicsit azért szerint. Hát ebbe is nagyon jó lenne utolérni az osztrákokat, hogy valami magyar potentánt valami nagy ilyen világcégbe, Oroszországba esetleg. Akkor nem kéne aggódni a gáztározók. Magyar cégekbe, hanem magyarok lehetnének orosz cégekbe. Igen. Na most ehhez képest ugye emlékszünk arra a Knejfőre, aki külügyminiszterasszonyként a Szabadságpárt révén Vlagyimir Putyinnal tántott az esküvőjébe még. Nem olyan régen, éppen talán a Covid előtti évben. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon kemény penetráció van, és az is látható, hogy az osztrák titkosszolgálatok hát valószínűleg tényleg még a saját belső mozgásaik fölött is időnként elveszítették a befolyásukat.
Tehát innen indul a politikai helyzet. Na most innentől azért lemondott végül a Kernis és Süssel is a háború után ezekről a tagságaikról, tehát szemben Schröderrel legalább ennyi megtörténik. És most ugye Karl Nehammer, ÖVP-nek, tehát az ismert jobboldali régi nagy pártnak, ahonnan Sebastian Kurzot elküldték az amerikai nyugati partokra, ennek a vezetője lett a kancellár. Most Sebastian Kurz pont az elmúlt hetekben tűnt újra fel, tehát nagyon-nagyon csend volt. Ő azt mondta, hogy ő szögreakasztja a politikusi öltönyét és diplomatatáskáját, és ő üzletemberré szeretne. És ez elég jó. Nem ment el a Szilícium völgybe? Nem arról volt, hogy a Szilícium völgybe? Elment, és most éppen egy bőr, ha jól értem, akkor egy bőrrákutató startup keretében jelent meg tulajdonosként Ausztriában, majd pedig hát egy technológiai konferencián lépett föl Salzburgban az elmúlt hetekben, július végén, és itt tartott beszédet. Úgyhogy abszolút a várárok másik oldalán tűnt föl, hogy lám-lám, akkor ő most befektetőként érkezik vissza országába, úgyhogy... Ebbe is utolértük őket. Ugye Kóka János gazdasági miniszter azóta üzletember lett, tehát hogy örülök, hogy részeredményeket, legalább te. Jó, de nem ment el a Szilícium völgyéig. Csak azért nem volt üzletember azelőtt, hogy már lett politikai pozíció, mert túl fiatal volt hozzá, tehát azért tudnánk ilyen életutakat is nézni, hogy üzletember, politikus üzletember. A Stráhéra talán emlékszünk, hogy ő volt az Ibiza botrány főszereplője, akkor a kancellár, az SZP-nek, Szabadságpártnak az egyik jelentős vezetője. Ugye az egyik ügyben elítélték, ez azért csak egy 15 hónapos felfüggesztett börtönbüntetés jelent korrupció miatt, amikor törvényt változtatott meg azért, hogy egy magánklinikának jobb legyen az élete. Ezt az ügyet a bíróság le tudta zárni. A másik ügyet, amikor az osztrák útkezelő kinevezési gyakorlatába avatkozott bele, ugyan minden úgy tűnik, hogy a helyén van, csak azt nem tudták igazolni a bíróság előtt, hogy ez neki is köze van. Így aztán egyelőre ebben a vádpontban nem tudták elítélni. Tehát Stáhe tulajdonképpen szabadlábon van, ha úgy tettik, miközben azért hát kiderült, hogy elég komolyan értékesítette a befolyását, legalább egy ügyben ez bizonyított módon is így van. Tehát azért egy politikailag, hogyha egy picit kapargatjuk a felszínt, akkor itt elég kemény dolgokat találunk, tehát tényleg az OMV-nál is végeztek végül kutatást, ott is kiderült, hogy azért szerencsétlen módon támogatták Putyinnak a Szentpétervári foci csapatát 20 millió dollárral egy adott pillanatban, mégiscsak volt annak valami időbeli egybeesés egy Gazprom szerződéssel. Tehát, hogy tényleg olyan szinteken mozog az orosz érdek, hogy innentől érdekes, hogy vajon hogy vannak az osztrákok azzal, hogy mi történik az ukrán háború miatt az ő semlegességükkel. Ugye, tehát, hogy három országról beszélgettünk az elmúlt időben, vagy beszélgethettünk, akik nem NATO-tagok, ugye a finnek és a svédek azóta ebből egész mást hoztak ki. Azt mondták, hogy ők belépnek, az osztrák semlegesség bástája viszont rendületlen. Tehát ez az a rész, ahol a legfrissebb közvéleménykutatásuk szerint is 80%-os a támogatottsága, és gyakorlatilag... Mármint a semlegességnek. A semlegességnek, bocsánat, igen. Tehát, hogy nem változott ennek a társadalmi támogatottsága, és a politikusok is abszolút úgy beszélnek erről, mint amit abszolút meg akarnak tartani. Tehát, hogy eszükbe sincs azon gondolkozni, hogy ezt feladják, vagy NATO-tagság, vagy bármi egyéb. Hát ők nem határosak, mondjuk, mint Finnország. Hát nem határosak, ez biztos, igen. Tehát ugye a honvédség bársai megvédik őket az első hullám elől. És azt is látjuk, hogy azért eléggé, ugye ezt úgy szokták megfogalmazni a névnyelvűen nyilatkozó brüsszeli NATO kritikusok, hogy hát tulajdonképpen potyautasok ezen a rendszeren, és hogy kihasználják azt, ami ebből adódik. Részben pedig van egy olyan nem feltétlenül igaz kauzális kapcsolat sok osztrák választó fejében, hogy azért vannak náluk nagy nemzetközi intézmények Bécsben, mert ők semlegesek. De most azért az OPEC, az OECD, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, hát valószínűleg nem szednék a sátorfájukat, hogyha Ausztria más csinálna, de van valóban ennek egy most már a nemzeti identitásba belenőtt mítosz eleme is. Azt mondtad, mítosz eleme, ez megütötte a fülemet, mert hogy annyira nem semlegesek, mint amennyire semlegesnek tűnnek?
Hát annyira semlegesek, amennyire ezt az üzletkötés megköveteli, és egyébként ugye azért katonai fronton fel nem merülne bennünk, hogy ők az oroszokkal mennek hadgyakorlatozni, és nem esetleg a NATO-val, vagy NATO-kompatibilis eszközöket vásárolnának. Tehát ilyen szempontból teljesen egyértelmű a választásuk, csak ugye ők is a kelet hídja akarnak lenni, vagy hídfőállása. Ugye ebben is hasonlítanak több közép-európai országra, és emiatt őrzik ezt a pozíciót, mert hogy majd ők mediálnak különböző polgárháborús vagy háborús felek között. Emlékezzünk vissza, hogy az az osztrák kancellár volt, aki a háború kitörése után először találkozott személyesen Vladimir Putinnal. Tehát ez a vágy, hogy akkor majd ők tudnak közvetíteni, ez megvan, de az oroszok se úgy néznek rájuk, mint egy csontsemleges Svájcra, tehát azért nem erről van szó, nem véletlen volt az a Biden-Putin találkozó inkább Svájcban, mint Ausztriában például, vagy nagyon sok minden történik, ugye az ENSZ által használt Genfben egyébként is. Úgyhogy ebben is azért a szomszédország egy picit lehagyja őket, tehát lehet, hogy nekik kéne utolérni Svájcot, ha valóban ez a... Ez jó csere, hogy ők utolérik Svájcot, mi meg őket, és akkor a svájciak meg majd mást érnek utol, és akkor így mindenki boldog lesz. Így van, és akkor az olyan palmol meg megveszi a szurgut nyertegást. Tehát, hogy lehetne itt még nyereséget kihozni ebből, de tehát a helyzet az ilyen, a választók ezt részben érzékelik, hiszen azért itt tényleg komoly sajtóátalakulások is voltak a kurz időszakban. Ugye azért az egyik vádpont ellene az a közvéleménykutatások meghamisítása volt. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon fortyogó belpolitikai képet látunk, ahol tényleg Oroszországba szöktetnek korrupciós bábakkal üzleti vezetőket, mint a Wirecard történetben, vagy pedig a saját titkosszolgálatukat kell gyakorlatilag teljesen kilúgozni azért, hogy végre a nyugatiak normálisan újra együttműködjenek velük. Úgyhogy van munka most néha mernek is, és aztán meglátjuk, hogy a következő választáson mennyire fordulnak meg a kedélyek. Oké, mikor is lesz a következő választás? Hú, ezzel most megfogtál fejbe, ezt most nem fogom tudni megmondani, de majd valamelyik hallgatni. Jó. Oké, nagyon szépen köszönjük, Botond, szép napot, jó munkát. Nektek is hallgatok, meg is szervusztok. Szia. Feledi Botond volt a vendégünk, politikai szakértő az Adóvilág rovatunkban. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Selon Babylone,
Aranyköpés